A Mirás Szalon Kvartett előadásában Sosztakovics művel és a himnusz hangjaival vette kezdetét a Szent Márton Gála szombaton a sportházban, majd Nemény András mondott köszöntőt. A polgármester arról beszélt, hogy a szeretet köti össze Szent Mártont és a ma élő kiválóságokat. Márton szeretet nyelve a cselekvés volt, és ma is erre tanít minket. Elismeréssel szólt a kitüntetettekről, akik egész életükben a közösség, a város érdekében tevékenykedtek. Akiket ma díjazunk, mind jelentős hatással bírtak a környezetükre. Mind adtak magukból egy darabot, ami feloldódott Szombathely közösségében, jobbá, többé téve szeretett városunkat. Elsőként a szakmai díjakat adták át. Gotthárd Jenő díjban részesült Kovács Jenő építőmérnök, a megyei közútkezelő korábbi vezetője. Brenner díjjal ismerték el Jancsóné Sárdi Katalin, a Vasvár megyei temetkezési KFT nyugalmazott ügyvezetőjének munkáját. Éhen Gyula díjat vett át Kopcsándi József, volt önkormányzati képviselő, a Szova ZRT korábbi stratégiai igazgatója. Hefele díjjal tüntették ki Kovács Vincét, aki 1997-től 27 éven át a Vasvár megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke volt. A Szombathely közbiztonságáért díjat idén Kis Péter tűzoltó alezredesnek, a Vasi katasztrófavédelmi igazgatóság polgári védelmi felügyelőjének ítélték oda. Az ifjúságért díjnak Németné Zsigó Zita rendőr alezredes, a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője örülhetett. A Horváth Boldizsár díj első fokozatát Németh Klaudia, a polgármester hivatal adókivetési irodájának vezetője, a díj második fokozatát Gálfiné Szilágyi Anna Mária, nyugalmazott hagyatéki ügyintéző, és Polgár Anita irattáros, a közgazdasági és adóosztály dolgozója érdemelte ki. Vörös Sándor díjban részesült Szerémi Zoltán, a Vörös Sándor Színház alapító és örökös tagja, valamint az 1976 óta működő Ferrum Színházi Társulás, amely az elmúlt 50 évben több mint 70 előadást állított színpadra. Az elismerést az Egyesület képviseletében Meskó Krisztián vette át. A Szombathelyért díjat Károlyi Ákosnak ítélték oda, aki 2015 óta szombathelyi jegyzője. Év civil szervezete díjat adományoztak a Vasvár megyei nyugdíjas rendőrök egyesületének, az elismerést Horváth László elnök vette át, valamint a hátrányos helyzetű roma fiatalokat támogató egyesületnek, a város vezetői Valentin Károlyné elnöknek gratuláltak. A Tóth Géza díjat Milos Konakov, a Falkó kosárlabda csapat edzője érdemelte ki, távollétében a kitüntetést felesége és gyermekei vették át. A szakmai díjakat az életműdíjak átadása követte. Szombathely kultúrájáért életműdíjjal tüntették ki Grünwald Stefániát, a Szavária Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, az MMIK, az Agora és a Kulturális Menedzser Iroda korábbi vezetőjét, számos nagy rendezvény ötletgazdáját és szervezőjét. A Szombathely sportjáért életműdíjat Nádasin és Sipos Zsuzsanna kézilabdaedző, az Eltessek Sporttudományi Intézetének oktatója kapta. Szociális munkáért életműdíjban részesült Kulcsár Lászlóné, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, akinek már 41 éve a másokon való segítés határozza meg az életét. Pedagógus életműdíjjal ismerték el Cetteri Bolya, az Eltessek irodalomtanszék vezetőjének munkáját, aki főiskolai tanárként évtizedek óta odaadóan szolgálja a pedagógus képzést. A Prosanitate Szavárié életműdíjat idén Grasszeli Magdolna, a Markusovszki Kórház koraszülött intenzív osztályának vezető főorvosa, a Zseboroszlán Alapítvány kuratóriumi elnöke, és Horváth Boldizsár szülésznőgyógyász főorvos, a kórház tudományos és oktatási igazgató helyettese érdemelte ki. Polgármesteri emlékérmet vehetett át Halász Bence olimpiai ezüstérmes kalapácsvető. A gála utolsó mozzanataként adták át a legrangosabb elismerésnek számító díszpolgári címet Gessler Mária Garzuli Kossuth díjas keramikusnak. A világszerte ismert alkotó Szombathelyen él és dolgozik, munkáit sajátos stílus jellemzi. Nemrég életművének 45 darabját a városnak ajándékozta. Az ünnepségen zenésztársaival együtt közreműködött Gessler Mária lánya, Gessler Valgren Anna fuvola művész, az Eleven Light Dance Show látványos fényjátékot, az Atarutaiko ütőegyüttes lendületes dobprodukciót mutatott be, Udvaros Dorottya Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze pedig Lackfi János és Pilinszki János egy-egy versét mondta el a gálán. És könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá. Csorog az üres ár.